Üdvözöllek benneteket a csatornámon. Engem Antal Balázsnak hívnak, pontyhorgász vagyok és digitális tartalomkészítő. Már régóta motoszkált a fejemben, hogy készítenem kéne egy olyan videósorozatot, amelyben a magyar és külföldi pontyhorgászok kiemelkedő alakjainak szeretnék olyan kérdéseket feltenni, amelyek engem és szerintem benneteket is érdekelne. Viszont mielőtt belekezdenék, engedjétek meg nekem, hogy már most hadd invitáljalak benneteket a videó végéig, mert ott fogom elárulni azt, hogy a következő epizódba kikerül majd a kérdéseim keresztüzébe. A sorozat első részében Szalma József lesz a vendégem, akit én személy szerint nagyon-nagyon tisztelek, és nem mellesleg a magyarországi korda csapatnak a vezetője. Józsi Németországban él a családjával, és a Korda Europe-nál dolgozik. Én már jó régóta követem Józsinak a horgász munkásságát, és tudom, hogy hihetetlen eredményeket ért már el külföldi horgászvizeken az angol stílusú horgászatával. Pontos és precíz dobások, kicsi csalik, fantasztikus előkék, és még sorolhatnám. Nemrégiben magam is szemtanúja voltam annak, hogy a gyékényesi tavon dobós módszerrel szágba tudott terelni egy 25 kg-nál nagyobb tőpontyot. De egy pillanatra se higgyük azt, hogy Józsi a behúzós ponthorgászatban olyan elveszve érzi magát. De erről beszéljen inkább ő. Akik ismernek, azok tudják, hogy te a dobóspecát kedveled jobban. Nagyon egyszerű a kérdésem, miért? Ja, fiam, mikor én fölnyöltem és elkezdtem a ponthorgászatot, akkor nálunk csak dobva lehetett horgászni. Az összes tavon, ahol voltam, csónak etett, hajó nem volt engedélyezve, úgyhogy az volt szükséges. Más opció nem is volt. Még emlékszek rá, amikor Magyarországra jöttem, mert általában inkább csónakot használnak behúzni, hát mint egy kezdő teljesen eléggé bénáztam, de jó volt, és megtanultam gyorsan. De szerintem egy komplett horgásznak mindent meg kell tudni oldani, dobni, húzni, etetőhajót is azért meg kell tanulni rendesen használni, úgyhogy mindennek megvan a titka és a varázsa szerintem. Egyébként ahogyan láttam, ahogyan te űzöd ezt a dobos horgászatot, egy kicsit úgy éreztem legutóbb, hogy te vagy az én második felem, mert úgy is tudod, hogy én inkább a behúzós horgászatot kedvelem jobban, de ahogyan láttam, hogy ahogyan ti ezt művelitek, akár a Gézával is, olyan szinten kedvet kaptam a dobos horgászathoz, hogy biztos, hogy az elkövetkezendőkben én is el fogok egy kicsit kacsingatni a dobos horgászat irányába. Vannak nagyon örülök, mert szerintem egy horgász, aki közénk tartozik, így karra csapattaként, annak mindent kell tudni. Szerintem nagy különbséget is lehet tenni a dobos horgászat és a behúzás horgászat között. Meg rengeteg kis finomság, apróság van, hogy etetsz, pontos horgászat. Nézhessük a féle horgászatot is. Mm. Nézd meg az eredményes jó horgászok, hogy mennyire pontosan tudnak horgászni. És ugyanez így van a ponthorgászatban is. Tényleg örülök neki, hogy elkezdesz, majd megcsinálsz. Biztos ügyes lesz. Remélem. A bevezetőmben említettem, hogy te a Korda Europe-nál dolgozol. Beszélnél egy kicsit arról, hogy mi ott a te munkád, illetve hogy miért ezt a brandet választottad? A brandet miért? Hívott több cég engem, meg voltam is régen több cégnél, de én úgy voltam vele, hogy Korda az, amelyik az én horgászatomhoz passzol. Azaz, hogy reklámozni valamit, ami nem illik hozzád. Nekem az volt fontos, hogy annál a cégnél legyek, amelyiknek a legjobban passzolnak az eszközei az én horgászatomhoz. És szerintem én azt Kordának megtaláltam. Mondjuk, ahogy én is látom, meg elég régóta ponthorgász vagyok én is, a Korda szinte olyan termékpalettával rendelkezik, és én úgy gondolom, hogy törekszenek is arra, hogy minden célcsoportot lefedjenek. Hát, amúgy érdekes cég vagyunk, meg őszintén mondva úgy működik nálunk a termékfejlesztés, hogy magunknak fejlesztük a termékeket. Mi akarunk azokkal cuccokkal horgászni, ami a legjobb, ami legjobban megfelel, ami nekünk szükség van, és azt árulja Korda Europe. És akkor mi a te pontos munkád a Kordánál? Az én pontos munkám, én Magyarországon vagyok az értékesítő, és a Korda Magyarország csapat kapitánya, vezetem a csapatot, irányítom egy kicsit. A Guru is hozzánk tartozik, a Guru a mi Fehler márkánk, ott is még a Guru csapatot irányítom. Meg a német Guru marketingot csinálom. Ott is csapatfelépítés, marketing, fotózás, filmezés. Szeretem a munkát, mert színes,
sokat utazok, és rengeteg érdekes embert ismerek. Ez tök érdekes dolog, mert egyik nap éppen beszéltünk arról, hogy az emberek azt hiszik, hogy te mindig horgászol, te mindig a vízparton vagy, de neked ez egy kicsit munka is, és nehogy azt higgyék, hogy ez annyira kell azt irigyelni, hogy tényleg szinte a napodnak a 100%-át, a havi munka rendednek a 100%-át lefedi. Hát az meg a családi életem is horgászatról szól, a feleségem is minden tud, meg a kislányom is, hogy elég vicces, de ezt az életmódot választottam, szerencsére a feleségem is elég jó viseli, meg szerintem büszke is arra, amit csinálok, ami jó esik. De igen, azért sokat horgászok, nyilván imádom, és mindig, amikor tudok, kint vagyok a vízparton. Tehát jobb is, mint hogy most a boltokat látogatom, és akkor szállásban alszom. Hát ki még inkább is horgászok egyet. Így van, így van. Ha már említettük a magyarországi Korda csapatot, akkor joggal merül fel a kérdés bennem, hogy mik a tervek a jövőben, illetve szeretném, hogyha a csapatról is mondanál egy pár szót. Hát a tervek, hát nekünk fejlődni kell egy kicsit a marketing szempontból, mi hiányosak vagyunk filmekből. Nem is úgy látom, hogy most az eladási számok miatt lenne annyira fontos, de én mindig valahogy én úgy látom, hogy annyira jó a csapatunk, jó emberek vannak nálunk, hogy érdemes filmeket csinálni, hogy a tudást az embereknek továbbadják, nem azért, mert beképzeltek a srácaink, vagy ilyesmi, hanem egyszerűen, mert jó horgászok is szerintem tudnak segíteni az embereknek egy pár dolgot máshogy látni, és egyszerűen segíteni, hogy több pontot fogjanak. Ami így a más látást illeti, úgy is tudjuk, hogy a Kordának a filmjei annyira ponthorgászattal át vannak itatva, hogy tényleg az a millió, ami ott van a vízparton, és én tudom, hogy minden horgász átéli ezt, viszont én nekem is úgy is tudod, hogy filmkészítőként nagyon nehéz ezt átadni, és tényleg én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon pozitív, és ahogy látom a srácokat, és mindenki törekszik arra, hogy ez valóban így is legyen. A csapatunk elég nagy lett Magyarországon, de viszont szerintem nagyon színes csapatunk van. Azt mondom, hogy van csúcshorgász közöttünk, mint Bujáki Géza, a srácok, akik segítenek nekünk a szociál médiában, a Facebookon, az Instagramon. Mindenkinek különböző feladatja van nálunk, és mindenki törekszik jó munkát csinálni. De még egyszer térjünk arra vissza, hogy színes a csapat, mert szerintem mindenkinek megvan a horgászatban az erőssége. Egyik inkább dobál, a másik behúz, van amelyiknek még nincs annyi tapasztalata. Nézzük meg a Virágos Nándit. Ő nincs régóta nálunk, és már nem is olyan régóta pontyozik, de a fejlődése az úgy elnézve, az egyszerűen nehéz fölfogni nekem. Amikor én elkezdtem, nekem nem volt ilyen gyors fejlődés, mint sok egyes srácnak. De mondjuk szerintem változtak az idők, te is csinálsz filmeket, akarsz valamit megtudni, akkor föllépsz a netre, és megnézed a filmeket, van minden. Amikor én elkezdtem horgászni, akkor még tényleg úgy volt, hogy de sátorban szereltek az emberek, bezárták a sátrat, és ott nehogy meglássad, hogy milyen csali, milyen szerelék, meg minden, titokzatos volt minden. Jó, persze visszagondolsz most, mi volt, de valahogy megvolt annak az időnek is a varázsa. Valahol én is átéltem ezt, mert én is jó pár éve horgászom, és ebből is adódik, hogy hát nem vagyok fiatal, de tényleg én is átéltem ezeket, és tegnap váltottunk arról pár szót este, hogy micsoda szép idők voltak azok, és hogy a kevés információ mégis nagyon-nagyon értékes volt. Hát és ha valakitől tudtunk egy-egy infót elcsípni, azt mondjuk azt, hogy nagy titokként kezelte mindenki. Hát neked sokkal nehezebb volt, mint nekem Németországban. Magyarországon, amikor jöttem Magyarországról horgászni, annyira nehéz volt valamilyen infóhoz hozzájutni, mindegy, hogy szerelék, csalik, tavak, infók, akkor még nem volt felderítve ez az ország a pontyhorgász szempontból, és érdekes volt. Mondjuk szép idő volt, amúgy irigyellek azért, hogy ezt itt végigélhetted mi a számon. Én is amúgy nagyon büszke vagyok rá, és nagyon jó szájízzel tekintek vissza, hogy nem csak belecsöppentem ebbe a pontyhorgászatba, hanem én sokat szorongattam a meccsbotot, a féderbotot, a bolonyai botot, és sorolhatnám. És ez az út, hogy idáig eljutottam, ez ettől lett értékes. Mennyit tanultál a meccshorgászatból, a félelezésből, a rakózásból, az úszózásból?
egyszerűen én is, hogy csinálom a gurút, meg úgy is látok srácoktól dolgokat, amit a ponthorgászatomra át tudom tenni, és eredményesebb vagyok. Ez olyan, mint egy házépítés, nem? Hogy szépen jönnek a téglák, és akkor egyszer csak kész lesz. Én bízom abban, hogy talán sose lesz kész, mert ez is szép ebben az egészben, hogy az ember végigjárja ezt az utat. Nem csak az, nézd meg a fejlődést, mert sok embert látom, hogy ilyen régi horgászok, akik ott vannak, és azt hiszik, hogy mindent tudnak. És megálltak egy szinten, mondjuk, hogy 10 éve megálltak egy szinten, és nem változtattak, és akkor mész velük horgász, mert biztos te is találkoztál vele, és akkor nézed, hogy oké, ez lehet, hogy 10 év előtt csúcs volt, de mindig kell tanulni, mert nem fejlődsz, akkor lemaradsz. Az emberek, mindenki, hogy elkezd horgászni azoknak, megvannak az információk, és azért mindig többet tanulunk is a halak viselkedéséről, meg mindent, hogy meg mit esznek, mi van, csali is változik, és ha nem lépsz az idővel, akkor lemaradsz, és nem lesz olyan eredményes, mint azok, akik egy éve kezdték. Józsi, millió meg egy kérdést tudnék neked feltenni, de tudom, hogy jelenleg is horgászol, nem szeretnélek feltartani. A nézőknek is itt szeretném megköszönni, hogy megnézték ezt az interjút. Mindenkit csak arra szeretnék inspirálni, hogy nézzen körbe a csatornámon, találnak hasonló és talán más videókat is, úgyhogy nézzétek meg azokat is. Ha tetszett a tartalom, akkor kérlek, iratkozz fel a csatornára, nyomj egy lájkot, és szívesen várom a kommenteket. Amivel még egyébként adós vagyok, a következő interjúnak az alanyával, aki nem más lesz, mint Kápolna László, a gyékényesi pontyvadász. Nem fogom vissza magamat a kérdéseimmel, mindenféle titkot, praktikát megpróbálok majd belőle kicsikarni. Tehát érdemes lesz azt a részt is megnézni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok! A kápolnát azt én is meg fogom nézni, kíváncsi vagyok rá.